Elvisz egy űrhajó, hú, ez bomba jó, utolsó képzelet, ó, háj, na 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 na, elvisz egy csésze, aj, na 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 na. Hey, mindenki táncol, UFO-ra szállni, élvezet, tüdüdü, gyorsabban száll, mint a képzelet, tüdüdü. Leszívják a sapkám, hú, de kafa, a memóriám törölte egy ballasz pofa. Tüdüdü, 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 jó, elég volt már, na, hol vagyunk, mi? Izébe, bolondok áldába, hm? Táncdal esten? Hm? Nem hiszem. Gate San Andreas. New Week játszás. Következő részénél nem? Ott vagyunk, nem? Hogy ne lennék? Na, hát akkor viselkedjünk. Tarts magunkat. Egy ilyen minőségi játékot, mint a Gate San Andreas. Na, ez vonat volt, hogy mi a szellem? Ja, hogy Stallone, jó. Oké, sziasztok, mint hogy mondom, hogy szellemek is. Meg a izli a sínen. Jaj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 
Tegnap volt Gate of Sandra's New végigjátszás, és csoda, hogy ma is van, mert ilyen nem szokott lenni, hetente egy, esetleg még annyi sem szokott lenni a csatornán, de nem volt fél órás a tegnapi rész, azért mondom, elmentem a keresztapra, azok megmondtam neki, hogy most mit csinálják, azt mondta, mit néznek legtöbben Gate of Orbia csatornát, mondom, Gate of Sandra's New végigjátszás. Akkor miért csak egy videó van hetente? Mondom, ne dadogjál! Csináljál új részt! És akkor elmentem a keresztapától és egyből felvettem az új részt. És veszem felfele. Na, és akkor Mike Torino volt. Harmadik küldetéséhez? Jó, megyünk is. Még egy kérdőjel volt itt, de... Ja, Mike Torino, valaki meg petárdát dob a házra! Jó. Na, nézzük, hogy akkor mit ad most nekünk. Mike Torino, hogyha meg nem mondtam volna erre a vét húszat. Nagy majom. De azt meg le se fordították, ilyen biztos elaludtuk a fordítót. Carl. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. Igen, ennyire, ennyit mindent tud Sweetről, 13-szer. Na jó, szerencsés szám. Gyerekgyilkos. To the right of him, I got a white supremacist. Who wants to eat his heart, to be. Mi a rák? Now don't worry. Tenpenny and Pulaski. Ők az átotlanság bárányai. Főleg Pulaski a bajszával. Ami Tenpenny. Te többet tudsz, mint én. Hey man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand, do you, kid? Nem értem. Mondd el! It's all white knights and heroes. Köszönöm szépen, akkor már nem metekős, mert fekete vagyok azért. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me, he's just collateral. Biztosíték, akkor mindjárt kicsapatlak. It's a very delicate decision. Over here. Na, most a mutogat, activity. You got all the scumbags. Két szó, ugye? Inside the country. And over here you got all the scumbags. Első szó, aha. Repül, vezet. And me and my colleagues. Mérleg. Piacméleg, rossz méleg, mázsás méleg. Nem tudom, lejárt az idő. Hova? Nincs semmi a monitoron. Hova menjek? Sötétségre? Dark, vidik, mi? Na, biztos jó lehet, egy gyerek gyilkos mellett. Még jó, nem gyerek Sweet, mert akkor már megölte volna. De jó, annak a bőrmélynek hallottan találja a gyermekét, meg a feleségét. Nagyon jó. De hogy jön ide? És miért öltél meg a börtönőnek a feleségét? Nem értem ezt a Mike Torino-t. Én hallja meg, ha értem. Na, legalább előtt egy homokfutót. Megölték. Quack kapitány! Vagy Balú! Lástam ki az. Na, fogalmas is. A Sweet most már jó lenne, hogyha szabad lábon lenne. Na. Óvatosan. Elküldjük. Milyen szám szó? Most már nem hallom. Nem is fogom. Kéróz. Elmegyünk a indián falu mellett. Ez küldet és rühellem. Nagyon jó, ezt már megjelenik. Előző részben is megmondtam. Még jó tehén. Nem tudom, mint véget itt, mint a birka. Átmegyünk. Jó, lerövidítem egy kicsit az utat. Ha sikerül. És sikerül. Mert sikerül. Mert mindig sikerül. Na megint az a részek, hogy minek el? Nem kell. Csillár, van a Fireworks 6-et. Lehet átcserélni a Stevie-re. Jaj, a Sherman Gart nem vagyok. Shirley! Clan Professor! Hello, Shirley! Most tettem meg a Stickers-t. Clan Professor!
Jaj, itt vagyunk, El Castillo Diablo, a szellemfalú. Nézzétek, itt biztos nem tudom, hogy ez lakhattak itt, ez a Red Dead Redemption korszakában. Hát itt volt egy mentőház a John Marstonnak, de ez már egy szellemfalú itt a 92-es években. Torino, where you at? Torino, hol vagy? Itt vagyok. A bódés WC-be. Jó, várok. Itt mindig a... Jaj, köszönöm Torino ezt a kis ragétát. Emlékszem, én mindig idegeskedtem, mert ilyenkor a miniganom volt ugye a San Fierro hídnál. Van egy minigan, és mindig le kell cserélni a miniganomot, azt mehetem vissza a San Fierro hídhoz. De hogyha esetleg tényleg most ugrod be, nehezen tudjátok ezt a küldetést megcsinálni a rakétavetővel. Visszamentek San Fierroba a miniganhoz, azt akkor már sokkal könnyebb lesz. Sanchez-zel szoktam úgy felmenni a helyre mindig, de... most, hogy cserélek... Csere? Quad. Quad, amíg soha büdös életben nem mentem fel. Egy küldetésben a hegyben. Téri zájos! Pára, tára, pára, pára. Tiri, tiri, tiri. One no! A lóra, no, yeah. Arco, Delco, Este. Imádom ezeket a neveket. Jaj, rám szajom már ez a sirály. Jaj, milyen sirály volt ez. Biztos húlott a tolla. Mit akartam mondani? Imádom ezeket a helyeket, hogy olyan furcsa nevük van ezeknek a sivatagi faluknak. Arco, Delco. Ki se lehet mondani? Oaste, Oaste. Azta, büdös. Tierra Robada. El Cabrados, imádom. Kamistos, Vustaj, Salma Hayek, Penelope Cruz, Tiara, Robada, The Big Ear, a nagy fül, nem kéten jelölgetni. És itt még nem voltunk, itt a tiltott katonai repülési terület, akkor mondom, hogy katonai. Jó van, az élem. Vale, Cuartado. Hát gyerekek, hogy itt biztos megbutnék a tesztem, hogyha kérdeznétek, hogy kérdezné valaki egy ilyen tesztet, vagy kérdőívet kitöltenem, hogy soroljak fel ilyen sivatagi helyeket a GTA San Andreasban, hát nem nagyon, Las Barrancas, még a falu neveket sem tudom amúgy, Las Barrancas, vagy Barrancas. Nem vagyok, ami Las Andreasnak sivatag, ugye ez a kettő idéje van, egy kicsit kieste azért a történetembe, mert inkább is van a San Fierro-t vidéket, meg a Los Santos-t. Most a gint kiszabadítjuk a lámpásból. De jó, ennek mindenhol van ilyen, ilyen... Mi ez már? Az. Jó, elmondtam. Itt van a gyönyörű kis helikopter, amit meg kell védenünk. Ugye neki meg a hírnek, azt nem kell megvédeni legalább. Hol állítsd meg, mit? Az idő. De jó nekünk? Hú, de utálom ezt a küldetést. Jaj! Látszott, jó van. Az a sirály azért még megint befigyelt. Ez igen. Jaj, ez kell még a másikat találjunk. Tögölj már meg, ha én már azt mondom. Na, Chuck Norris. Ó, de ez mondom mindig ennek, ez sokkal könnyebb megcsinálni. Jó, ez megvan. Elment vadászni. Ez egy páncél, nem kell. Ez a sirály is lelőről idegesít. Ezt nem értem. Magamat csak értem. Ezt hogy? Találd már el! Carl Johnson! Na. Jó. Ja, ez igaz, a kerítésnek este van. Minden gondolom is kerítés. Jó. Ez nem lesz meg, srácok. Ez nem lesz meg. Régen itt is majdnem elrítom magam. Hogy ilyen hülye küldetéseket ad ez a Mark Torino. Jó, mert másik küldetés az azért tetszetős volt. Ja, itt is van még azért rakétavető. Gyorsan, gyorsan. Na. Oké. Alright. Gyertek. De az, mint elrepülne innen, hogy ledobná a csomagot. Uramatyám, micsoda pilóták voltak itt a 92-ben. Ez igen, majdnem eltaláltam a helikopter, hát felrobbantam volna. Tögölj már meg! Akkor azt lőj! Ez az! Jó lesz! Nem lesz jó. Na! Hogy csinálja meg? Gyerünk már! Hát nem hiszem el. Komolyan mondom már! Gyerünk már! Na! Így kell csinálni, ezzel belemegyünk a tűzbe. Na, az izmos testemet. Ez a sivatagi nap se. Rodítassál. Jaj! Közben viszont orrom. Nem azért, mert ilyen fikás, hogy valami. Nehogy ilyenre gondoljatok, már nyitod az orrom, nem lehet fikás. Akkor se, hogyha megvan fázol. És? Nem találtam el? Még mi lett volna eltaláltam? Na, Rick Grimes. Jaj, már visszavolok mindent. Na! Ott egy
hegy, ami úgy néz ki, mint egy fosz, de része kérdés. És ledobja itt a csomagot a ilyen a roncstelepítő. Itt játszottak Szimbáék. Jaj. Hát majdnem lement egész pajzsom. Nem vehessük a lámpát, ezt vegyük vissza fel. Aladinos lámpát. Itt C van csak. Meg egy eltérnyő. De meg jött Rigrimes. Ajaj, mindjárt elérjük egy Vogue-ből a számot. Mi nem is ezzel voltam? Na nem azért, ne haragudjatok már meg srácok, de nem is ezzel voltam. Na, hát milyen hülyeség ez már megint. Amúgy itt mindig jön egy lakókocsit, biztos jön ilyen csodálkozók, hogy paparazzik, turisták. Egy pap van benne, meg egy kurva. Már nem azért, egy pap, meg egy kurva. Ez lehet az a pap, nem akit megöltünk még Samferlóval a lányával együtt. Túlélte. Az ördög. Pradát visel. Jaj. Az a kár ebbe a Buffalo-ba, hogy nem szeretem, mert Brad Pitt vezette a Mr. Smith-be, meg azért sem szeretem, mert rádió nincs benne. Nézd, ott a kakas. A kotyogó kakas. Ugye úgy hívják. Nagyon szeretem azt a kotyogó kakast. Miért van ott, azt nem tudom. Szóval többen kerül annak a üzemeltetési díja, mint egész kis falunak. Falu, tanya inkább. A kotyogó kakas. Packers and Feed and Sea. És szed. Jó. Angolul meg majd Andy Marmot. Jó, itt van egy ugrajtó. Egyáltalán egy... van golyóálló páncél valahol itt? Sivatabban nem nagyon tudom, hogy hol van golyóálló páncél, hol nincs. Hol volt, hol nem volt. Hol volt, hol nem volt. Ez igen. Kotyogó kakas. Las Payasadas. Jaj. Óvatosan. $500. Ez nem volt jó, hát én úgy akartam volna megcsinálni, hogy jobban látszódjon a kakas. És már le is ment a körözés, egyesre. Ja, Rick Grimes. Hol van Shane? Jaj. Majd most lesz a jó. Kobra 22. Jaj, már megint rossz. Ne. Kotyogó kakas. És nem tudtam a fejére menni. Kotyogó kakas. Mindegy, adjuk a csomagért. Bizonyan értékes dolog lehet abban a csomagban. Nem csak az én viszkálsz a macskáknak. Vágtor én, ott nincsen macskák. Ha hamarabb ide értem volna, hogy látszott volna, hogy esik lefel a kis csomag, de a kocsogó kakassal meg kellett a tojás ki kellett venni a segélyből. Ott elhúztam az időt. De jó, nem mindenhol van ilyen ilyen. You giving me the heebie-jeebies, man? Én mindig mindent látok, vagy hallok, vagy mindkettő. Ezt a mondatot Mike-től én jöttem, megjegyeztem. Azóta is üzem, tudom. Helikopter, kár, hogy még nem vagyok pilóta. Egyébként lehet vezetni, hogy nem muszáj repülőskar meccsen, hogy vezessünk helikopterről repülőt, de tudjátok, én történet orientált meleg vagyok. Sandőrrel megyünk. Még van nem is Adam a keresztneve. I might just go, I heart is going to die with you. Life, I understand. I do. Akkor mostan a Las Brujasba kell vinni vissza a csomagot, nem a faluba. Kis faluba, ugye? Vár, jó volt. ZR350, mit keres itt? Mi a rossz csak? Ez biztos egy délivá volt. Na, itt vagyunk. Jó, egyébként nem szoktam a... Na, Balú kapitány. Szállj fel! Nem szoktam bevinni a kocsit vagy a járművet, mert akkor mindig eltüntetik azt, hogy nem gyalogolhatok okunk kifele. És $1000! Köszönöm szépen, Mike Torino! $1000! És meg a kapunk. $1000! De most egyszer kívül ilyen nehéz kérdési $1000. Ez a sutyó. Húra utálom most már. Eddig se szerettem. Aj, de $1000! Mivel? Jó, elfogadnék az $1000-t. De akkor is. Jó, most nincs kapca. Kedvem hallgatni ezt a kéró zenét. Nem hallgassuk, KDSD. $1000, mert hotdogot csak fussuk ki, mert VIP is hotdog. Nem tudom, virágban biztosan halottaknak van az emlékű. Vagy a Sherman Gardnak, ugye? Sherman.
pontosan, pontosan. Úgy van, úgy van. Na. Elmegyünk még egy közeli kis faluskába, mert ott lakik egy rendőrnéni, úgy hívják, hogy Barbara, ahhoz edényben nem szézen, de nagyon szép kis rendőrnéni, hogy a fekete, jaj, és hátra befogad minket, hátra most már, hogyha elkapna, ha elkapna egy rendőr, ami a szerendelme sose történhetne meg, akkor ingyen kikerülhetnék, de nem ingyen, fegyverekkel kerülhetnék ki a rendőrség beszélős karmaiból, mert a rendőrök itt nem vágják a körmüket. Itt is van egy ház 20 ezerért, azt hiszem, de nem veszünk meg. Na, itt is van a sheriff néni, Barbara. Ugye vár, inkább néz ki egy stylistnak, mint sheriff néninek. Többet kell enned. Hát milyen többet kell enned? Itt is jól nem tudok enni, mint egy zúzmarát. Majd biztos többet eszek. Viszlát, Barbara, mindjárt kinyírom. Nem nyírom ki, de akkor is már aztán sheriff nélkül marad. Falu. Hát jobban örülök egy Rick Grimes sheriffnek, mint ennek a Barbarának. Nek sohasem szabad véget érnie. Nem két a kerítés Torino bátyám. Köszönöm $1000. Mert megint ezek a kürtöskalácsos népek jönnek a falunapról hazafelé, vagy mennek. Na nézzük akkor a következő egyre rosszabbnál rosszabb Mark Torino-s kürtést. It's amazing. What's up now, Torino? Villanélkül is tudsz olvasni. It says Hitler killed himself, and then we nuked Japan. Hát nem úgy volt. And people believe this shit. Mert te ott voltál második világháború Torino. Jó, tartod a koronat. Hey, is you gonna free my brother? No. Ki szabadulsz mit? Nem szabadul ki. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Cause I need him alive, as much as you do. Egész csóda jön. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I wanna put a price on your head. A Russian spy. Little fat Boris looking guy, he's asking for clearance to interrogate you. This is a bad thing. Calipers on the genitals. Körző, a nemi szerve. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone, you bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we try hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their Gorbachev. That was nice. Jó, nem a Putin. What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Na most kell megvenni akkor a elhagyatott szállóhelyet, repülőteret, inkább úgy mondanám. Nagyon jó. És $80,000. Amerika. Hát pontosan 86,000 van, úgyhogy kifussam, meg is veszünk, de a repülőiskolát már nem szeretném e részbe megcsinálni. Ahhoz szerintem még aludnunk kell párat. Nem szeretem. Nem azt, hogy már nem tudom megcsinálni régen. Itt akadtam ebben a jövőjén. Mert még sok helyen elakadtam, de itt is elakadtam. Meg is tehén. De nem vagy olyan kemény tehén, mint az a kakas ott a egy tetején. Érted? Te, tehénnek. Menjünk azon a via. Nem, már nem is az a neve, Mark Torino kocsin, az Omegon, amit a rendszáma. Akkor, mikor még a megboldogult, drága egyetlen T-bomb ment ezzel a Mark Torino-val, mentünk ott Sanfiáróba, az volt az a író Omegon.
Hát most miért nem raktam el mondjuk így, hogy LG-t. LG-t oda még nincs rá igaz semmi, úgyhogy nem volt meg. Nincsen pajzs, hogy valami? Hé, hey, na, ho! Sherman gátnál itt nem meg akarnak ölni. Segítsél már a Sherman! Shirley? Shirley, te vagy az. Nem tudom, nem Shirley vagyok, nem segítek. Bácsikán kuken, amár bekaztam a pénzt, ez az átmint a szutyok szafarádi homok dűné között. Meg amúgy itt valahol vannak ilyen itt is van, itt van a bobkát, meg itt ilyen hullák vannak, meg egy telefoncsörgés. Hívjátok Murdert, vagy Murdert, mert itt valaki meg Murdert. Tab? Igen? Yo, CJ! Yo, Jethro! Mi van, Jethro? Tehát túl sok benzin ditta. Yo, dude, the garage is coming along nicely, man. Le lesz, simán. But I rang about something else. Vett fel még, vagy húsz a telefon. Unofficial street racing club in San Fierro. Unofficial as in illegal, right? I don't know what you're talking about, dude. Anywho, mint a valami robbant volna. Mi robban? Fogadni bali kapitány valamik helyben belement. Thanks, Jethro. I'ma think about it. Amúgy Jethro, már most lehet most már versenyezni. Az is eléggé sok piszt fizet. De hát azért nem megyünk Sanfierróba. Ez tuti azért raktál be ezeket a mellékkérdéseket pont most, hisz, hogy meg tudjuk venni a repülőt, de van annyi pénzem. Köszi. Meg hát ott van még import-export garázs, az is nagyon sokat fizet, szóval pénzhiányban nem lenne. Nincs gondunk. Tonight, Young Turks! Time is on your side. Time will never surrender. We'll never let you down. Oh, never run in my suit. You, I love you. Because I'm saying, na itt is adjuk 80 000 dollár. Ó, de sajnálom ezt a pénzt, ezért a roncs temetőért kiadni 80 000-et. Ó, hát zéró boltja és sajnálod a 30 000-et. Pam 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 param pam pam pam. De gá van garázs. Garázs, az van. Jajajajajajajajaj, akkor itt kell, itt kellene elkezdenünk a repülőiskolát. Kellene. It's missing something. Maybe a tennis court and a pool will help motivate me better. Az jó lesz. Very nice call, very cute. Blah. So listen, now, you're gonna have to learn how to fly. Repülni. No, I ain't. Júj. Yes, actually you are. I set out a series of tests for you. Amúgy igazából Carl Johnson. You're gonna have to prove to me that you can fly. Tudj, be van most szarva. If you're gonna continue working towards your brother's freedom. CJ, igen. Shit, whatever, man. Mert hogyha nem kezdjük el a repülőiskolát, és nem kezdem el, mert mentek, akkor Mike Torino majd mindig hívogat minket, azt hiszem háromszor is, és CG így mondja, hogy fél egy kicsikét, meg még sose repült. Hát azért valljuk be, hát a gettóban nem nagyon szoktak pilóták kikerülni. Szóval eléggé nagy division CG-nek. Tehát akkor majd meg tudunk a következő részben repülni. Learn fly. Oké. Okay. Gaten Orbi elhagyja Werder Medoffsot, a sivatagot, a gyönyörű sivatagot. Itt mindenki a ládák el szoktak lökni. Nos, nem löknek el a ládák? Akkor nem löknek el a ládák. Sziasztok.